kedves táncosaink, kedves szülők, kedves street dancesek, köszönjük szépen ezt a tanévet, köszönjük ezt a 2020-at, hogy bár nehezen, de együtt élhettük meg veletek így is. Annak ellenére, hogy sok nehézséggel néztünk szembe, azért ez az év nem múlt el nyomtalanul. Azért januárban sikerült elég sok versenyen részt vennünk, illetve februárban is, ahol nagyon ügyes és szép eredményeket értetek el. A Revolution Dance Cup elmaradt, de ettől függetlenül ugyanúgy készültünk, ugyanúgy táncoltunk, ugyanúgy gyakoroltunk és edzettünk. Nagyon örültem neki, hogy az első hullám alatt is össze tudott tartani a mi kis csapatunk, és nagyon sokat táncoltunk együtt online. Igazából, ahogyan visszamehettünk a táncterembe májustól, augusztusig tudtunk együtt táncolni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a pozitívumot kell nézni. Azt, hogy mennyi időt tudtunk együtt tölteni, nem pedig azt, hogy mennyit nem. Igazából az én szívem tele van örömmel, hiszen meg tudtuk tartani a nyári táborunkat, volt napközis táborunk, és azért tudtunk egy kicsi időt együtt tölteni. Szeptemberben nagyon örültünk az új beiratkozóknak, illetve azoknak a táncosoknak, akik most csatlakoztak hozzánk, azok is az a táncosoknak is, akik visszajöttek és kitartottak továbbra is mellettünk. Tudom, hogy egy ilyen hullámvölgy volt ez az egész tanév, de ettől függetlenül meg tudtuk élni a szeretetet, meg tudtuk élni az együttlétet, és meg tudtunk élni közös élményeket.
bízom benne, hogy a 2021 sokkal több örömet, sokkal több élményt tartogat számunkra. Sziasztok! Szeretnék nektek megköszönni, hogy támogattatok és kitartottatok mellettünk ebben a nehéz időszakban is. Köszönjük, hogy ebben a nehéz évben is kitartottatok mellettünk, és minden nap ugyanolyan szorgalommal táncoltatok velünk személyesen és Zoom-on keresztül is. Nagyon várjuk már az új évet, hogy újra személyesen találkozhassunk, és rengeteg új közös célt érjünk el. De addig is pihenjetek nagyon sokat, és persze táncoljatok is. Nagyon büszke vagyok rátok, és remélem, hogy jövőre sokkal, de sokkal többet fogunk tudni együtt személyesen táncolni, és sok-sok közös programmal fog telni az évünk. Köszönjük szépen, hogy kitartottatok mellettünk, már nagyon-nagyon várjuk az új évet, az új táncokat, új célokat, és boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Sziasztok! Mindenkinek szeretnék nagyon boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánni. Sok-sok puszi és ölelés! Sziasztok! Legyetek kitartóak továbbra is, nagyon sok verseny vár még rátok. A mostani koreókat, amit ebben az évben megtanultatok, ne felejtsétek el, mert minden versenyre el fogunk vele menni, és csak a legjobb eredményeket fogjuk elérni. Nagyon vigyázzatok magatokra, boldog karácsonyt, boldog új évet, millió puszi, sziasztok! Magam és a tanáraink nevében is kívánunk nektek kellemes, boldog karácsonyi ünnepeket, és természetesen boldog új évet. Sziasztok!